baguette, so far. ezer láb környékén repülünk, mínusz 60 fok van itt fönt, lent viszont körülbelül 40 fokra érkezünk, jó meleg lesz, jó páratartalommal, még egy óra, és érkezünk Dubaj! Kisfiam, egy régi vágyat teljesült, elhoztalak ide, elballagtál, rommá ballagtál, figyelj, ide fogunk följutni, ez lesz itt, az a pont, ahol föl fogunk jutni. Ez több mint 150 emelet, nem? Én most szomorú vagyok. Miért? Kidobatták az elcigim. Kidobatták az elcigidet? Legyertek a Burj Khalifába elcigivel, meg kidobatják. Ez most komolyan kidobták? Nem támogatják a nikotinfüggőséget. Ez diszkrimináció. Szegény Barcsesz. Nem tud mit most szívni. Ja. Szóval az a helyzet, ezért ne szokjatok rá a cigarettára, mert így jártok, mint a Barcsesz, és nagyon-nagyon komoly problémák lesznek, hogyha kidobatják veletek a cigiteket. Hát attól függ, milyen cigi. Naucika. Figyelj, ott van szembe az a híres strand, tudod, aminek üveg az egész teteje, látod? Én oda fogunk átmenni, és arra gondoltam, te is le fogsz ugrani. Normi már megbevállalta. Persze, és abból a medencéből, a alsó medencéből ugrok, vagy mi? Pontosan. És előtt átcsúszok innen oda. Úgy van. Jó. Barcsesz fotósra avanzsálta magát, és annyira jó fotókat csinált itt a Burj Khalifa tetején, hogy már mások is megkérik őt, hogy fotókat csináljon. Hogy szeret fotókat csinálni? Fotós vagyok, mindent is tudok csinálni. Gyereket is, kettő. Azért jöttünk ide, mert hogy itt leszerződtettem egy kapitányt, ő a Messi. Arra gondoltam, hogy ezzel a hajóval mehetnénk egy karikát. Hi, mister! Welcome, sir! Hello! How are you? Ó, oh, gyerekek, ez fantasztikus! Are you? Konics Gergely. George! Thank you so much! Milyen érzés lehet gazdagnak lenni, hogy itt milliárdos vagy, és gondolj bele, hogy itt a saját jachtodon ülsz, és mit tudom én, azon az emeleten, ott fönt valahol, ott van a kecód, és így éled az életedet. Szerintetek milyen lehet, fiam? Jó lehet, figyeld meg. Jó lehet, figyeljen meg. 10 év. Aha. Meg kell érte dolgozni. Figyelj, az a helyzet, fiam, hogy 10 év ide vagy oda, ugyanúgy egy napod áll rendelkezésre, ugyanúgy nem tudod elvinni majd a legvégén, és csak az számít, hogy hogy éltél, mennyi szabadidőd volt, és milyen ember voltál. A többi az itt van gyakorlatilag képekben. Hazajösszünk Dubajból, nem tudom, látszik-e. Normi gyerek robbant, az Albert hírsai gyengel, és nyomják az Albert hírsát. A többiek iszák az aranyásot. Remélem a Normi nem.
de majd meglátjuk a szonda mit mutat a hazarobban. 13-2 lesznek végig. Hát igen. Emlékeztek, mikor ez a kölyök ilyen kicsi volt? És mondta, hogy hogy tudsz ennyit nyalni? Anyalogos, hogy tudsz ennyit nyalni? Naponta nyalsz vagy 20 000 ember. Arról szól az egész nap, hogy... The Werewolf. Na most? Sörös a lába, vajon 15 éves. Átbeszélik a tanulságokat. Elmúlt 8 osztályot, megy 9-be. Ez a Normi gyerek és a bandája. Nyomjátok meg ezt a live-ot, csúnyán beszéltek, piáznak a live-ba, elképesztő. Hihetetlen, azt hiszem, hogy most fölhívom. Nem veszi fel a telefon most. Most fölhívom a kölyken. Robert is a best, így van. Na mizu, papsz? Nyomjátok már ezt a kurva live-ot le, csúnyán beszéltek a telefonba, mit tudom én, tehát nagyon csúnya zenéket hallgattok, elképesztő. Nyugi! Fiam, nem, én nem vagyok... Én nem vagyok ideges. Mi? Már ez a fiatalság. Ez? A front szegye meg, nem is gondoltam volna. Mit üzensz a nézőinknek? Live-ot? Nem speciál, de videóra veszem az egészet. Hallod? Hát igazából apa azt kell, hogy mondjam, azt üzenem a nézőknek, hogy pusztom őket, vigyázzanak magukra nyáron, élvezzék ki az egészet, bulizzanak legyük a barátaikkal, a családdal, puszilok mindenkit. És aranyászokat vegyenek-e? Aranyász, hát, tudom, igazából én nem tudom mi a jó, sőt, amikor adtak is, sose szerettem, mert nagyon rossz íze volt, de azt csináljátok, amit akartok. És milyen cigit szívjanak? Természetesen semmiet. De szívjanak semmilyen cigit. Jó, de akkor mondjad a spanyaidnak is, mert a foci, meg a spanglizás, meg az aranyászok, meg ilyesmik, azok nem férnek össze. Hát az nem megy együtt, igen, az nem megy együtt, jó van? Jó, meg a csúnya beszéd sem, úgyhogy jó volt a himnusz. Az meg nem menő. Jó volt a himnusz, szerintem lőd le a live-ot, aztán hadd menjen egy jó foci. Gyere haza, mert várlak már megint nem csináltál semmit a ház körül. Na jó, ma holnap csinálom, megígérek. Megdumáltuk, szeretlek fiam. Na puszi! Na srácok, hát az a helyzet, hogy tudjátok, nekünk volt ez a porszívóskánk, aminek az volt a neve, hogy Sweetie, és hát bele is tettem a vízbe, ki is takarította, addig, amíg ezek a drága látos kis szemület benne nem hagytam, felszívt nyilván a porszívó, és tönkre meg nem tudom, hogy miért leszakadt róla valami, nem lehet megszeretetni, ki van a tököm. A másik meg az, hogy minden nap ezzel a kis porszívóval kell bemennem a vízbe, összeporszívózni az egészet, szóval minden nap búvárkodhatok, érted? Szóval elegem is van az egészből, kiindulok itt az esőben, itt valami depressziós kisgyerek, és lövök a vízipisztolyra úgy, hogy szakad az eső, de mindegy, de amúgy viszont van egy jó ötletem, ha már ennyire sok vízről beszél. Ha elállt az eső, kihívom, és szét fogom lőni a vízipisztolyra, tét fogom durrantani. Így fogja kapni az áldás kis tesókám, mint én felülről. Elbújok, Lauben van elvileg a szobájába. És akkor most felhívom szépen, mondom neki, hogy fáradjon ki fel a szobájából. Hallod, Lau? Gyere már ki a szobádból, hátul vagyok itt a kertben. Miért menjek ki? Akarok neked valami fontosat mondani, nagyon durva. Jó, kimegyek, akkor kiviszel egy dobozt is, jó? Jó, csak... Hájon meg fogja kapni ez is kis. Na mi van, Lukám? Ne locsolj már le! Jössz, hogy ne locsoljalak le! Most jöttem ki, most nem akarok vizes lenni. Miért nem akarsz vizes lenni? És mi ez a doboz? Most kaptuk. Igen, most kaptuk. Kis Zsombor Benettől. Igen? Kihoztam, gondoltam, hogy megmutatom neked, de hát ennyit se érdemel. Amúgy. Mi az, hogy amúgy? Mondjad. Nincs meg egy ilyen fegyvered nekem? Háborúzni akarsz? De hogy holnap, hogyha jobb idő lesz, most nem szer időben, de holnap jobb idő lesz. És abban hazajön majd így a munkába. Igen. Akkor, hogyha van még egy ilyen fegyvered, le kéne locsolni. Mit szólsz hozzá? Igen, apát? Kis nyári hűsítő víz. Ez egy te ötleted volt, jó? Jó, ez most az én ötletem. Ez jó ötletem? Ez úgy? Jó ötlet. Jó, akkor jó.
De azt mondom, hogy végre van új ötlet, mert ez már túl megszokott lenne. Most beszéltem apával, és már úton van hazafele, és mondtam neki, hogy ha hazaér majd munkából, akkor jöjjön egyből a garázshoz, mert egy meglepetésünk van számára. Meglepetésünk van, csak nem olyan, amire ő gondol. Úgyhogy már elterveztünk minden Normannal, mindjárt szólok neki, hogy apa itthon van, úgyis most kisütött a nap, meg minden, remélem, hogy jó elegánsba van, meg minden. És akkor majd szépen lelötyöljük vízzel, egy kis hűsítő, így nyára meg minden. Szépen megkergetjük apát, úgyhogy induljon a munka. Lau, hol vagy már? Itt jövök már, nyugi. Na. Itt van. Itt vagy, Lau. Beszéltél apával? Igen, beszéltem apával, meg nem találtam a fegyveremet. Na, apa most 15 perc múlva itt van, úgyhogy... 15 perc? Igen. Ti próbáltad egyetlen, tudod, hogy kell feltölteni a pisztolyt? Köszönjük, nézzel. Gyerünk már, próbáld már. Nézd meg, így. Ennyit tudsz, jó közel kell menni, hogy lelőjél. Na, Lau, elmondom akkor mi lesz. Te innen fogod nézni azt, hogy apa mikor ér be, és mikor kezd el kinyírni ugye a kapu. Jó. Innen nem előtte, mert akkor ennyi volt, le is lepőződtél. Itt körbe fúsz, befúsz a tűját mögé, én már ott leszek a garázs mögött, jó? És apának mondtad, hogy viszél hátra kell jönni? Igen, mondtam, hogy a garázsban akkor lesz egy meglepetése. Akkor hátra fog jönni, ugye a terv szerint, kérlek szépen, telibe lesz lőve, jó? Jó. Megbeszéltük? Jó, akkor nálam lesz eddig a ezt készítsük be valahova, jó? Jó, mert a kistárat is kihoztam, tudod, ezt akkor vidd oda, én itt leszek. Készítsd oda, ahova megyek. Jó. Meg, jó? Van, be vagyok tárazva, itt van még egy tár, itt a pisztoly. Nekem ide kell elbújnom, mert apa lassan jön hazafele. Szóval, végül változott a terv. Eldöntöttük, hogy Norman bemegy ott a tujákhoz, ami ott oldalt van, és ugye apa erre fog majd így szépen futni, én meg innen majd így kiugrok, és telibe fogom tudni így lőni. Amúgy lehet, hogy apa el fogja venni a telefonunkat, de igazából most ezt megéri, én azt mondom. Ez meg fogja érni. Úgyis rég volt apa megpenkelve meg minden, most így kicsit megérdemli. Hát meg kell nézni, hogy változik az árfolyam, az euró árfolyam, mert arra a függvénye az egész történet. Várj, de már! Mi van veled? Hát menjél! Várj, de! Figyelj! Fejezd már be! Hát ez szíves, apa. Jaj, bocsi, hát... Vizes lettél, apa, nem akartam. Apa, nem akartok, hogy vizes legyél. De legalább megvállaltátok volna. Befejezzem a telefonálást. De jó. Milyen telefonálás? Hú, telement a fülem, mindenem. Honnan is akartok ez? Hogy jutott eztek be ez a baromság? Hát, apa... Nyár van, jó idő van. Meleg van, meg mindenki sűsítő. Azt látom, hogy valaki a bokorban előbújik, tudod így. És már abban a pillanatban jött az ázás. De érted, nézem, azon röhögök, hogy nem vesz észre, érted? És rám nézett, és pff, egyből kapta. Figyelj, ezért, hát jó mondjuk büntetés nem tudok adni, mert szemétség lenne, de ezt majd vissza fogjátok kapni. Na, az a vissza. Csak szólok. Mivel? Nem tudom mivel, de ez most... Okay, ez... Állj! Állj! Ez most... Nagyon-nagyon fölcseszed. Jó. Fejezd már te! Hogy tészi? Milyen, a fenekedbe fogom feldugni ezt a szart, ha még egyszer meglősz. Meg te is. A tenyémben már nincs egy szart. Házban nem lehet. Milyen házban nem lehet? Feljöttem, fölhoztam a kis adományokat, amiért így lelocsoltak, meg minden, nem fognak velem kiszúrni a gyerkőckék. Jó kis erdélyi kis bicsak, kérem szépen, egy jó székely gyereknél mindig van egy jó kis bicskácska, és most gyorsan kinyitom a dobozt, megnézem, hogy ki Zsombor Benet küldte, nagyon jó lamboxnak, igazából ezt nem is a Normanéknak van címezve, úgyhogy én nagyon jól ki fogom bontani, és ami benne van, azt szépen lenyúlom, új, oda nézzétek, milyen stílusos lambox doboz. Kedves Laura és Norman, kérlek titeket ketten bontsátok ki, és videóba köszönöm. Hát ezúttal Benet, bocsánat, én fogom kibontani, mert most meg vagyok sértődve rájuk, mert nagyon-nagyon lelocsoltak, és
szétrongálták a táskámot, meg minden. Benni vagyok, régóta nézem a videóitokat, és ti vagytok a kedvenc videósaim. Hát sajnálom, hogy én nem, de mindegy, örülök, hogy a normálik viszont igen. Ezzel a csomaggal szeretném kifejezni, hogy milyen jó videósok vagytok. Nekem az a kedvenc videóm, amikor Norman megprankeli a lányokat a medencébe egy kígyóval. Remélem tetszeni fog a csomag, Laurának boldog névnapot kíván, Bennett, ez igen kérem szépen, micsoda lovag. Úristen, és nekem nem jött semmi. Micsoda, még Laurának is van külön. Popcorn, hát a dírmentő, dörmentő az egyszerűen nem maradhat el, hát a kölyök az nagyon-nagyon fog örülni neki. Pontosabban örült volna neki, mert hogy mostantól nem érdekel, ha még 400 kilót felszedek, akkor is az enyém lesz ez, úgyhogy Bennett, bocsánat. És itt van a kicsi, mini, lillantó Laurának is a doboza. Meg vannak őrülve a popcornért. Neki is van egy dörmi, de Bennett nagyon jól tudta, neki a Toffifee a mindene. Úgyhogy hát az a igazság, hogy nekem is. Úgyhogy ezt most így megcsináltuk. Ez nagyon komoly. Bennett le a kalappal. Nem is tudom, odaadjam-e nekik. Most azért kicsit el vagyok gondolkodva, hogy mi legyen. Viszont közben arra gondoltam, hogy esténként felszoktam a Gercót hívni, mert hogy eszembe jutott valami, és most gyorsan, míg el nem felejtem, megpróbálom ezzel a fiúval megdumcsikázni. Remélem, hogy nem játszik, mert tudjátok, hogy olyan néz ezt a fiút, kérem szépen! Mi ez a sötét nálad? Már lefeküdtél, vagy mi van? Lenyúltam a gyerekektől, a csomagokat bontogatom kifele. Norman kapott valami csomagot valami szlovák cégtől, vagy Budapest tálas utcából. Úgyhogy bontogatom kifele, nézd meg mennyi mindent kaptak, úgyhogy mind lenyúltam tőlük. Csoki minden, úgyhogy el leszek, mint a befő. De soha valami tizényt adhatnál nekem. Figyelj, válaszhatsz bármiből, figyelj! A popcornt azt szeretem, a csokikat, meg a gumicukrot, azt tudom, hogy te szereted a gumicukrot, azt megkaphatod. Mit szólsz, benne vagy? Figyelj már, óriási dráma van. Figyelj, úgy elkaptak ma, mikor jövök haza, akkor menjek hátra. Hát én hátra mentem, barátom, de elmondom neked, hogy úgy pofára estem, figyelj, ezek elbújtak, és mindenféle vízipisztolyokkal megtámadtak. Kitaláltam most én is egy kis történetet. Azt kéne nekem, hogy légy szíves, légy a cinkostársam, azt szeretném, hogyha felhívnád, vagy rájuk írnál, és mondanád, hogy figyelj, holnap 10 órakor jövök, értetek, legyetek hátul itt a parkolóban, tudod, itt a hátsó részen, a garázsok előtt. Majd... Semmit nem kell, mit tudom én, megkérdezik, figyelj, van egy meglepetésem, el szeretnének oda vinni. Fontos, hogy legyetek jól kiöltözve. De van... szerinted el fogják hinni? Hát miért ne hinnék el? Te olyan vagy, mint a bátyuka, te valamit mondasz, a Szentírás. Nagyjából, de jó. Nem mondod komolyan, ezt figyelj, ezt elhiszik. Mert hogy van egy tervem, azt meg akarom csinálni. Mi az Isten, amit kapott a fejét? De mi a terved, hogy ez most ennyire szuper titkos? Hát semmi, az a tervem, hogy elkapom őket. És az mi a lóktár? Tehát valami fog, elektromos fogkefe, vagy mi a jó Isten el? Ez mi? Ez mi? Ez egy műbroki. Ez? Hát menj már! Ez a műbroki, ne szórakozz már a kutyámnak nagyobban. Ez most komoly? Hát hogy lehet ennyi pihent agyuk te? Ne adagulj, de egy ilyen műpélóval nem tudnak komolyan venni. Hát az az igazság, hogy most beleszaladtam csúnyán a pofon erdőbe. Na jó van, hát ezt visszaküldjük a feladónak. Figyelj, nem tudsz valakit, akinek jó lehet? Figyelj, ez önöli volt, bárki küldte, ilyet ne küldjetek, soha többet, na most nem én bontom ki, mondjuk, hanem a kislányom vagy a fiam, hát nem is tudom, lehet, hogy nem örültem volna neki, hogyha ők ilyeneket látnak. Na de lényeg a barcsesz, 10 órakor, én reggel fölkelek, előkészülök mindennel, 10 órakor, tudod, szépen, hogy a kislányom szokta, tudod, kis finci-fencibe, tudod, érkeznek. Mondom a kislányom, miért így van összegyűrve a pólón? Aztán rájöttem. Te nekem felnőtt csajom vagy, nem csinálja. Hát, ja, figyelj, minden esetre ezt el tudod intézni? Felintézni. Figyelj, dobjál rám egy üzit,
és ennyi volt. Jó, köszönöm, aludj jó, Borcsesz! Figyelj, ezt muszáj elintézned, holnap meg vállak, dumcsizunk, találkozunk. Ölelés! Rendben, hívom őket! Oké, és hello! Holnap bejelentkezek, és megmutatom, hogy mit eszeltem ki, de egy biztos, most ezért nagyon revansot fogok venni, mert hogy a kölcsön kenyér visszajár, és tudjátok, mi a videóinkban igazából ezt szoktuk csinálni. Igen? Megprenkelsz? Visszaprenkelem. Hát, hogy ennek mikor lesz vége, azt nem tudom, de mi így nyomjuk. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! 9 óra 46 perc van, és hát az a helyzet, hogy van 14 percem arra, hogy kitaláljam a kis prankemet, mert hogy nem sokára itt jönnek el mögöttem a gyerekek is. Az a tervem, hogy mikor itt erre jönnek, szépen ki vannak öltözve, pattintva, és várják a nagy csodát, hogy hova viszi őket a Gercó. Én ezzel a csővel körbe van itt vezetve szépen a bozontosba, elmegyek itt szépen hátra, elkúszok, és... Hát igazából nem egy vízipisztoly, inkább azt mondanám, hogy ez egy nagy big gun, amivel elkapom őket, és úgy szétlocsolom őket, Laura kis minki sminkijével belőve a haj, finci-fenci, megkapják a csomagot. Előkerült a két jó madár, ott jönnek, megy a dumágatás, azt szik, most azt beszélik, vajon hova fognak ők elmenni, oda néz Laura, ki van rittyentve. Jó, és akkor most érkezem. Titi meglepetés! A mindenségét! Na mi van a hercegek hercegnőjével? Mi nem őszinte a mosoly, oda néz, kicsavarja a kis pólóját, itt a nagyfőnök, oda néz. Hát ti nem így gondoltad a reggeledet, nem? Hát senki nem gondolta. Figyelj, hogy fogtok így a Gercóval elmenni, mi? Na is még fogadjunk sehogy, csak azt hívták ki, hogy telivelőjük. Na mi van, újat akarsz még húzni velem? Mi? Mi? Nem. Mi volt az a kis csenevész pisztoly? Mi volt az a csenevész pisztoly, gyerekek? Mi? Mi? Akartok még valami probléma van? Mi? Gyertek! Gyertek, gyertek! Mi? Gyere közelebb! Gyere! Na mi van? Mi van? Mi? Jó kezdődik a reggeletek, nem? Nagyon jól kezdődik, tényleg legalább felkeltem, mert azt sem tudtam, hogy hol voltam eddig. Igen, akkor várjál, mindjárt még egy kicsit kapsz, jó? Mindjárt te is. Ó, jó, de nézd a tétamét a jány, pedig olyan szépen ki volt festve. Mi? Mutasd meg, hogy van a izé? A finci-fenci is, hogy szoktatok menni a lányok? Oda nézd, ez a finci-fenci, figyeljétek. Így mennek a finci-fencik. Na jó van, valamit nem akartak mondani a nézőknek? Mit mondjak a nézőknek? De. Csak egy dolgot akarok mondani erre a napra, már nézőknek, hogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogy tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Normi voltam. Én pedig Laura. Sziasztok! Legyen jó hétvégétek, gyerek. És ha melegetek van, jöhet a... Kertista. És a vízipisztoly. Na csá! Most nyisd meg a slagot, nyisd meg! Ne!